Köszöntöm Önöket, ez itt a Közügyek. Zárt ajtók mögött tárgyalt ma Pásztor István, a tartományi képviselőház és a VMS elnöke, Bojan Pajtics-sal, a tartományi kormány és a Demokrata Párt elnökével. A megbeszélés után csak egy közleményt adtak ki. A stúdióban perceken belül vendégem lesz Maglay Jenő Szabadka polgármestere, aki egyebek mellett a holnapi VKT ülésről, az adóbevallásról és a téli szolgálatról is beszél. Láthatnak majd egy interjút Vukasinovics Klem Éva tartományi ombudsman helyettessel, aki a nemzeti tanácsok elmúlt 4 évben tett munkájáról beszél, és Csubela Ferencre és Kis Antalra emlékeztek meg ma Bácskosút falván. Tartsanak velünk, kezdünk! Van egy témája, vagy hozzászólna? Kattintson ránk! Közügyek a Facebookon is! Kedvelje és ossza meg! www.facebook.com/közügyek A tartományi kormány kidolgozza a vajdaság pénzeléséről, illetve a hatáskörökről szóló törvény javaslatát. Erről állapodott meg ma Pásztor István és Bojan Pajtics. A találkozóról kiadott közlemény nem szól arról, hogy a vajdasági kormány demokrata elnöke és a tartományi parlament VMS-es elnöke egyeztetette a hatalmi koalíció további működéséről. A tartományi kormány és a parlament munkájának dinamikájáról egyeztetett Bojan Pajtics és Pásztor István a szűkszavú közlemény szerint. A vajdasági kormány, valamint a parlament elnöke a jövő évi költségvetésről is tárgyalt. A vajdasági büdzsét várhatóan december közepén fogadják el. A közlemény szerint megállapodtak abban, hogy a tartományi kormány 2 törvényjavaslatot dolgoz ki, a vajdaság pénzelésről, illetve a hatáskörökről szóló törvény módosításának javaslatát. Miután a vajdasági kormány ezeket elkészíti, a parlamenti képviselői csoportokkal egyeztetnek, majd a szerb parlament elé terjesztik elfogadásra a 2 törvényjavaslatot. A találkozóról kiadott közlemény nem szól arról, hogy Bojan Pajtics és Pásztor István tárgyalta a vajdasági hatalmi koalíció további működéséről. Korábban Pásztor István a Tanyugnak azt nyilatkozta, a vajdaságot érintő minden aktuális témáról tárgyalni fognak. A tartományi kormány elnöke az átalakítást a politikai helyzet változásával magyarázta. Rekonstrukcia vláde jeste posledica dogovora političkih činilaca, izmenom, faktičkom izmenom strukture poslaničkih grupa došli smo u situaciju da je izmenjen i odnos poslaničkih grupa, odnosno broj poslanika i za posljedicu imamo drugačije dimenzioniranje i same pokrajinske vlade. Pásztor István, a tartományi képviselőház és a VMS elnöke elmondta akkor, hogy pártja nem szavaz az átalakításra, még akkor sem, ha ennek következményei lesznek. Gratulált a kormány elnökének a képviselők összegyűjtéséhez, de véleménye szerint így nem fognak megoldódni a tartomány legégetőbb problémái. Nadalje mislim, predsedniče, da ovo neće ništa riješiti. I nadalje mislim da će trebati sesti i postići dogovor oko toga kako ćemo efikasno pokušati raditi oko finansiranja, oko nadležnosti, oko ostalih stvari. Na ovaj način ta pitanja ne rešavamo. Iz tog razloga mislim da, bez obzira na posljedice ove moje izjave, veoma ćemo brzo doći u situaciju ili da ustanovimo da se ništa ne dešava ili da napravimo varijantu u kojoj ćemo naći modus vivendi kako se nećemo gledati preko nišana i kako ćemo zajedno pokušati nešto da uradimo. Pajtics akkor kijelentette, hogy a kormány átalakításhoz megvan a többsége a Vajdasági Magyar Szövetség nélkül is, a Demokrata Párt, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga és a Szociáldemokrata Párt egyes képviselőivel. Az átalakításokat a tartományi képviselőház 120 képviselője közül 63 támogatta. Pásztor István szerint az új kormány kinevezésével nem oldódnak meg a tartomány pénzelésével és hatáskörével kapcsolatos legfontosabb problémák. Az, amit az utóbbi hónapokban láttunk, az, amit zsarolásként láttunk akár a deklaráció témájában, akár a NISZ-el kapcsolatban, akár a kormány átalakítással kapcsolatban. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy mondjuk az utóbbi 2-3-4 hónap megnyilatkozásait tessék visszalapozni. Az mindenféleképpen egy olyan technikája a vajdasági politikának, amivel mi nem tudunk azonosulni.
Az átalakításból legnagyobb haszna a Vajdasági Szociáldemokrata Ligának származott. Bojan Kostres, a párt alelnöke szerint az új kormány eredményesen védi majd a tartomány polgárainak érdekeit és Vajdaság alkotmányos helyzetét a 2016-ban esedékes választásokig. To su stvari o kojima će vojvođanska administracija u narednih godinu i pol dana do redovnih izbora se baviti tim pitanjima i ja se nadam da ćemo jedan deo tih pitanja i rešiti. Na taj način pokazati da vojvođanska administracija može da upravlja Vojvodinom. Érdekesnek tartott Alekszandar Vučić miniszterelnök, a szerb haladó párt elnöke az átalakított tartományi kormány összetételét. Véleménye szerint Nenad Čanak, Bogojub Karić, Vojislav Šešelj és Bojan Pajtić emberei egy kabinetben a szerbiai politikai élet eddigi legbizarabb csapata. Ez a társaság nem hoz sok jót Vajdaságnak, tette hozzá. Koga su to uveli u vladu, ko su ti eksperti, ko su ti stručnjaci, jel znate ime jednog od njih? Po čemu je stručan bilo ko od njih? Šta će to novo da donese? Ali ja mislim da su ljudi u Vojvodini sada to shvatili, a kako okrenete, izbori će brzo, a onda ćete da vidite rezultat. Svi oni zajedno kad se skupe, nekoliko puta manje glasova će da imaju samo od jedne političke stranke. A szerb haladó párt korrupcióval gyanúsította a demokrata pártot a tartományi kormány átalakítása kapcsán. Imamo pravo da sumnjamo da je nakon jednog principijelnog političkog stava stranke Saveza vojvođanskih Mađara vladajuća većina, pošto Savez vojvođanskih Mađara nije želeo da učestvuje u rekonstrukciji ove vlade, vladajuća većina morala da pribegne nekim drugim metodama da bi se održala na vlasti, pre svega iz razloga što je šest pokrajinskih poslanika iz različitih opozicionih političkih stranaka odlučilo da podrži vladu, odnosno pokrajinsku vladu. Egyébként a hatalmi koalíció demokrata, illetve VMS-es vezetőinek megbeszéléseit már azt követően bejelentették, hogy a tartományi parlament legutóbbi ülésén a Vajdasági Magyar Szövetség nem vett részt a tartományi kormány átalakításáról szóló szavazásban, amelyet a Demokrata Párt és a Vajdasági Szociáldemokrata Liga kezdeményezett. A Vajdasági Hatalmi Koalíció tagjaként a Liga időközben arra szólította fel Pásztor Istvánt, nyújtson garanciákat arra vonatkozóan, hogy a jövőben koalíciós partnereivel megegyezően fog szavazni a parlamentben. A Liga azt is megüzente, hogy a VMS nélkül 63 képviselővel is tud működni a tartományi hatalom. A VSL közleményére reagálva Pásztor István azt mondta, pártja nem kívánja destabilizálni a vajdasági politikát, ugyanakkor a zsarolást nem tűri, és egyedül Bojan Pajtićjal, a Demokrata Párt és a vajdasági kormány elnökével tárgyal a hatalmi koalíció működéséről. A Demokrata Párt pedig azt közölte, minden fennálló problémát közvetlen tárgyalásokon vitatnak majd meg a Vajdasági Magyar Szövetséggel. A Pajtić-Pásztor találkozóról kiadott közlemény ezt a témát egyáltalán nem említi. Hatalmas mennyiségű hó esett az elmúlt években Vajdaságban, az utak többször járhatatlanok voltak. Most felkészülten várják az illetékes szervek a telet Szabadkán, minden gép készen áll, és a hó eltakarításhoz szükséges anyagokat is beszerezték. A városi utak tisztaságáért a köztisztasági és parkosítási kommunális közvállalat, a vajdasági autóutakért pedig a Vojput vállalat felel. Hatalmas mennyiségű hó esett az elmúlt néhány évben Vajdaságban. Az utak járhatatlanok voltak. Felkészülten várják az illetékes szervek az idei hóesést Szabadkán. Minden gép készen áll, és a hóeltakarításhoz szükséges anyagokat is beszerezték. Szabadka az idén a város peremén lévő helyi közösségek számára pénzt biztosított üzemanyagra. Így nagyobb hó esetén a helyi közösségek maguk végezhetik el a hókotrást. Ami a mechanizációt illeti, az teljes mértékben adott, készenlétben áll, ugyanakkor az a só mennyiség, ami ilyenkor szükséges
az is közbeszerzés útján meg lett vásárolva. Természetesen ugye már a tervek azok korábban elkészültek, és a költségvetésben a kellő összeg el van különítve, mintegy 35 millió dinár. Az autóutakon és az autópályán mintegy 900 kilométeren a hó eltakarítását a Szerbiai Utak közvállalat megbízásából a Vojput vállalat végzi majd. Három prioritás szerint szervezik meg a tisztítást. Idén először Vajdaság szerte 7 bázispont felállításával könnyítenek a munkálatokon. Preko 250 radnika će biti uključeno i organizovano po ovim punktovima i smenama da bude aktivno. Mehanizacija je osnovna u ovoj zimskoj službi, kamioni sa posipačima i plugovima čistačima za sneg, potom dolaze utovarivači, grejderi, pa čak i buldozeri, guseničari, ukoliko dođe do ozbiljnijih i većih količina snega, odnosno snežne mećave. Abrazivna sredstva, konkretno so i kameni, materijali su razvrstani po punktovima i preko 3000 tona soli je razvrstano po punktovima. Az illetékesek kiemelték, nagy hó vagy hóvihar esetén a polgárok semmiképpen se induljanak hosszabb útra, ugyanis ilyenkor a szolgálat teljes erőkkel az utak járhatóvá tételén dolgozik. Az emberek mentésére ugyanis nincs kapacitása minden illetékes szervnek. A stúdió vendége pedig Maglai Jenő, Szabadka polgármestere, üdvözlöm. Jó napot kívánok önnek is, a tisztelt nézőknek is. Ugye a bejátszásból is hallottuk azt, hogy idén a város peremén lévő helyi közösségeknek ugye üzemanyagot biztosítanak. Ez hogyan fog működni? Hát azt kell tudni önnek is, a tisztelt nézőknek is, hogy az előzőekben ez nagyjából úgy működött, hogy amikor leesett az első hó, akkor kiszóltak a kültéri helyi közösségi vezetőknek, hogy akkor gyorsan szervezik meg a hó eltakarítást, és majd az önkormányzat biztosít nekik utólag, hát azt mondom, üzemanyagot vagy naftát arra vonatkozóan, hogy a munkagépeknek az üzemanyag a költségre legyenek fedve. Az idei évben még valamikor augusztusban készítettük el valójában a téli szolgálatra vonatkozóan az összes előkészületet. Először is le kellett tisztázni azt, hogy mi kerül be a programba, és ezen kívül meg kell tisztázni azt, hogyan fogjuk megszervezni a hóeltakarítást a kültéri településeken is, szervezettebben, mint hogy az előző időszakban volt. Azt is tudni kell, hogy 2012-ben körülbelül a téli szolgálatra az önkormányzat körülbelül 60 millió dinárt választott ki. Igen, ezt szerettem volna kérdezni, most mennyi? Igen, most körülbelül 30 millió dinár, 28 és 30 millió dinár van, természetesen a nagyobb hóesések lesznek és huzamosabb munkálatokra lesz szükség, akkor növelni kell majd az eszköz, de egy átlagos hóesés vagy hómennyiséget illetően, ami az előzőekben volt, akkor körülbelül ebbe az összegbe kell, hogy beleférjenek azok a cégek, amelyek a közbeszerzési pályázaton elnyerték azt a lehetőséget, hogy a munkálatokat végezzék. A köztársasági közvallat végzi ezeket a munkákat, és ennek a függvényében ügyelet van a gépekkel, illetve valójában a munkások részéről, és abban az esetben, hogyha hóesések be lesznek jelentve, akkor természetesen ezek a munkagépek ki fognak vonulni a terepre. Tavaly se az önkormányzat által fedett területeken, illetve utakon nem volt fennakadás. Igazából a fennakadás azokon az utakon volt, amelyet a Vojput kellett volna tisztítson, illetve felügyeljen. Az autóúton, illetve a magisztrális utakon, a lokális utakon és a településeken belül nem voltak fennakadások a tavalyi nagy hőesés alkalmával, illetve a nagy szélfúvások alkalmával sem, és remélem, hogy az idén is így lesz. Elegendő mennyiségű gép áll rendelkezésre, elegendő mennyiségű só, illetve közúzalék áll rendelkezésre, és a köztársasági közvállalatnak a munkatársa, illetve az a cégek, hogy megkapták ezt a feladatát, hogy végezzék a munkájukat. Térjünk vissza még egy kicsit a pénzelésre. Ugye két évvel ezelőtthöz képest fele annyi pénzből sikerült most megszervezni a hóeltakarítási munkálatokat, úgymond. A helyi közösség is benne vannak, igen, ebben. És a helyi közösségek is benne vannak, hatékony lesz? Majd meg fogjuk látni, azt gondolom, hogy hatékony lesz, mert mindenféleképpen elvárom, hogy hatékony legyen. Elmondtam ezt az illetékeseknek is, a köztársasági közvállalatban, illetve a Városépítési Igazgatóságban, akik felügyelik majd a munkákat, és úgy szintén valamilyen formában ráhatnak a munkafolyamatokra. Mindenféleképpen minden lehet előre beszélni, minden előre meg kell legyen szervezve, meg lett szervezetet, ebből a szempontból nem látom az akadályt annak, hogy ne legyen hatékony. Akkor miért volt szükség mégis dupla annyi pénzre korábban? Hát azért, mert másoknak is azt mondjam, egy kicsit hát kellett, hogy jusson. Nem csak biztos a téli szolgálatra, hanem máshol is kellett, hogy jusson a pénzek is valójában.
ez volt a legelegánsabb módja annak, hogy hát azt mondom, hogy egy csomó pénzt kimossanak a költségvetésből, és más irányba is eljutassanak. Maradjunk még egy kicsit a hónál. Ugye tavaly voltak olyan gondok, mert ugye az utak azok tiszták voltak, viszont amikor nagy mennyiségű hó esett, természetesen nem lehetett rögtön vagy abban a pillanatban eltakarítani, viszont a buszmegállókban felgyülemlett hó, illetve utána a víz mennyisége akadályozta ott az utasoknak a várakozását, vagy bármint az most meg lesz oldva, erre van valamilyen terv? Erre vonatkozóan is leültünk az illetékesekkel, az legyen, hogy egymásra mutogatnak, az legyen, hogy az autóbuszállomásokra vonatkozóan a közösségi közvetlet azt mondja, hogy a Szubocitránc kell, hogy takarítsa, meg azt mondja, hogy a köztársasági közvetlenül, hogy takarítsa, lehet ezt tisztázva, az autóbuszállomásokat, magukat, azokat a Szubocitránznak a munkásai kell, hogy takarítsák és ebbe tartsák, és az autóbuszállomás előtti részt, ami a közúthoz tartozik, az pedig a köztársasági közvállalat által angazsált cégnek a gépei kell, hogy takarítsák és ebbe tartsák, és ugyanúgy letisztáztuk azt is, hogy a parkolóhelyeket is a parking közvállalat kell, hogy takarítsa és ebbe tartsa, és erre vonatkozóan az igazgatóra által az egy számomra, hát azt mondom, hogy eljuttatva, hogy a parking közvetlet is elegendő mennyiségű felszereléssel rendelkezik, hogy a parkolóhelyek rendben legyenek és tisztában legyenek téve a komolyabb hóesések esetén is. Ezek szerint mindenkinek megvan a saját feladata? Mindenkinek megvan a saját feladata, az, ami az önkormányzati szabályzatok, illetve döntésekben benne van, mindenki el kell, hogy lássa azokat a feladatokat, amelyek elő vannak írva. Hát akkor ezek szerint a szabadka lakosai tényleg nyugodtan várhatják a havat. Meg fogjuk látni. Én remélem, hogy az idén nem fogja őket meglepni a hó, mert azért mondom, hogy még augusztus hónap folyamán letisztáztuk minden részletet ezzel kapcsolatban. A közbeszerzési pályázat szeptember elején ki lett írva, le is lett folytatva, úgyhogy nem látom semmi akadályt, hogy ne legyen eredményes a hótakarítás. Térjünk át a vagyonadóra. Ugye a minap a Városi Tanács arról határozott, hogy kisebb legyen a vagyonadó mértéke. Hogyan fog ez alakulni? Hát egy olyan döntés született, tudni kell a polgároknak, hogy minden évben novemberben határozza meg, november elején, november közepén határozza meg az önkormányzat azokat az adó módosítási határozatokat, amelyekkel esetleg akar módosítani az adószabályzáson. Azt is kell tudni a polgároknak, hogy 2013. május végén hozta meg a köztársasági parlament azt az adótörvény módosítási csomagot, ami alapján az önkormányzatok hatáskörébe helyezte a vagyonadón kívül a mezőgazdasági földterületeknek a vagyonadó megfizetetését, illetve annak a megállapítását is, és valójában teljes egészében átruházta a telkekre való adónak a megfizetetését is az önkormányzatokra. Nincsen tovább telekjárulék vagy telek használati illeték, hanem vagyonadó van a telkekre vonatkozóan is. Ennek a függvénye volt, ennek a következménye volt az, hogy az idén, én tudom, hogy a polgárok közül sokan elégedtlenek voltak, be kellett újra adni az adóbejelentéseket, mert teljesen új szabályzat született arra vonatkozóan, hogy mi az, amit adózhatunk, és milyen feltételekkel adózhatunk, és hány pontot kapnak bizonyos ingatlanokra vonatkozóan a tartalmak. Most elnézést, hogy közbeszólok, hogy jól emlékszem, június 30-áig volt a határidő, mindenki eleget tett ennek? Nem tett, természetesen soha nem tesz mindenki ennek eleget. Nálunk az adó elkerülés az egy, azt mondom, hogy nemzeti sportá vált, hogyha ebből a szempontból kezdett a dolgokat is rendezni. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez ideig több mint 70 ezer adóbejelentés érkezett Szabadka önkormányzatához. Az utolsó feldolgozott anyagok azok december elején fognak kimenni, az utolsó végzések, illetve csekik december elején fogjuk kiküldeni, ez egy körülbelül 4-5 ezeres csomag lesz, és valójában januártól pedig újra folytassuk ezt a folyamatot, de ez már egy ellenőrzési folyamat lesz, ahol össze fogjuk hasonlítani a földhivatalból beszerzett adatokat és a bejelentett adatokat, és ez alapján kiszűrjük azokat, akik nem jelentették be az ingatlanjaikat, és nem tettek adóbejelentést. Nem szeretném büntetni az embereket, mert azt gondolom első lépésben nem ez lesz a cél, de mindenféleképpen, akik azt mondom, hogy hát erőteljesen megpróbálják elkerülni több hónapon keresztül az adóbejelentéseknek az elvégzését, a felszólítások után is azok irányába valószínű, hogy menni fognak szabálysértési eljárások is. Ami a lényeg a mostani határozatok vagy döntésekre vonatkozóan, az, hogy a házakra, a lakások, és a telkekre vonatkozóan körülbelül maradnak ugyanazok az adó tételek és az adó összegek, amelyek a 2014-esben voltak alkalmazva, tehát nem lesz se adóemelés, se adócsökkenés, viszont egy 20%-os adócsökkenés lesz a mezőgazdasági földterületekre. A mezőgazdasági földterületekre 3270 dinár volt az adó hektáronként, ez az összeg, ez most le fog esni 2700 dinár.
dinár a hektáronként, az első, második, harmadik osztályú földekre vonatkozóan, viszont a negyediktől a nyolcadik osztályú földekre vonatkozóan 1350 dinár lesz hektáronként, tehát Szabadka itt is megcsinálta a földminőségtől függően adóztassuk meg az embereket, a rosszabb minőségű földekre az emberek kevesebb adót fognak, 50, tehát fele annyi adót fognak fizetni, mint a jobb minőségű földekre. És úgy szintén van egy komoly változás az előző évekhez képest, az ingatlannak a százalékait, amit az ingatlanadóra vonatkozóan a százalékokat is módosítottuk, tehát előzőleg ebben a 2014-es évben úgy volt, hogy 10 millió dinárig 0,4 százalék volt az adókulcs, 10-től 25 millió dinárig 0,6 százalék volt az adókulcs, 25-től 50 millió dinárig 1 százalék volt az adókulcs, és 50 millió dinár felett 2 százalék volt az adókulcs, ezt leegyszerűsítettük, 25 millió dinárig 0,4 százalék az adókulcs, tehát ami előzőleg 10 millióig volt, azt megemeltük 25 millióig, ami 25 millió dinár értéktől 50 pedig följe van, ami pedig 0,6 százalékos. Eltöröltük az 1 és a 2 százalék az adókulcsot. Ez azt jelenti, hogy azok az ingatlanok, amely magántulajdonban vannak, és ez nem a jogi személyekre vonatkozik, hanem fizikai személyekre vonatkozik, és nagyobb értékű ingatlanokról van szó, itt általában kisebb üzemekről van szó, itt általában, amelyek magánszemélyeknek a nevére vannak betelekönyvezve, vagy például azt mondom, hogy lakodalmas termek, amelyek nagyobb értékű ingatlanok, vagy például autószalonok, amelyek nagyobb értékű ingatlanok, itt valószínű az adó, itt az adókulcs, az adó kötelezettség az jóval kisebb lesz a 2015-ös évben, mint ami volt a 2014-es évben ezekre a tulajdonosokra vonatkozóan. Ugye az adó mellett ugye a távhőről is volt szó, hogy egy egységárat vezetnek be Szabadkán, nem pedig négyzetméterenként lesz ezentúl megfizettetve. Mit jelent ez az egységár? Ez azt jelenti, hogy eddig a távhő lett megfizetetve egy két alapellemből állt össze az a száma, vagy ez az összeg, amelyet ki kellett fizetni a polgároknak. Volt neki egy variabilis része, és volt egy fix része. A variabilis része az valójában az elfogyasztott energiáról szólt, a fix része pedig azokra a költségről, amely mondjuk a rendszer fenntartására lettek megállapítva. Itt azzal kellett szembenéznünk, hogy a hőtelep sok esetben játszadozott ezekkel az összegekkel, hiszen a fix részt azt tudta növelni 15-től akár 40%-ra is számlánként, és ezzel komoly elégetlenséget váltott ki a felhasználók részéről. Külön mese az, hogy a jogi személyeknek a távhőszámlái azok óriásiak, és sorra csatlakoznak le, vagy sorra kapcsolják ki a jogi személyek, tehát a cégek a távhőről a szolgáltatást. Ez oda vezetett bennünket, hogy módosítanunk kell, és valójában egy egységes árat állapítottunk meg, ami arról szól, hogy amennyi energiát elfogyaszt a fogyasztó, az kell, hogy kifizesse. Nem lehet játszadozni ezekkel a variabilis és fix részekkel a számláknál. Sokkal áthatlóbbakkal szeretnénk a számlákat is tenni és egyszerűsíteni a számlákat. Január 1-től kellene, hogy hatályba lépjen az új megfizetési rendszer, és abban az irányban fogjuk mozdítani dolgokat, hogy a mostani áraktól, vagy a mostani összegtől ne legyenek nagyobbak az összegek a 2015-ös évben is. Azt is kell tudni, hogy óriási harc volt a háttérben. A hőtelepnek nem volt nagyon hajlandósága, hogy ilyen irányba mozdítsa az előírásokat. Új tarifarendszert állapítottunk meg, új döntést hoztunk arra, hogy milyen feltételek és hogyan kell a hőtelep, hogy szolgáltassa, vagy adja szolgáltatásait a felhasználó felé. Próbáltuk azt elérni, és sikerült is azt így kibokszolni, hogy valójában a felhasználók azok egyenrangú partnereivé váljanak a hőtelepnek, és ne használhassa a hőtelep ki a monopolhelyzetét. Természetesen remélem, hogy a magának a határozatoknak az alkalmazása, és 4 határozatról van szó, az is hatékony lesz, és valamilyen formában abba az irányba szorítsuk a hőtelepet, hogy kezdjen egy kicsit foglalkozni azzal is, hogy a jövőt illetően módosítson az eddigi gazdálkodásán, hiszen ha ilyen módon fog gazdálkodni a hőtelep Szabadkán, akkor valószínű, hogy azoknak a hőtelepeknek a sorsára fog jutni, mint akár Újvidék, vagy Belgrád, vagy más szerbi városokba, ahol komoly költségvetési eszközökkel kell, hogy szubvencionálják a hőtelepnek a működését. Azt gondolom, igazságtalan lenne, hogy a többi polgár fizesse egy rétegnek a fűtésszámlainak egy részét, mert szubvencionálás nélkül ezek a hőtelepek a szerbi városokban nem tudnának működni, és nem tudnak fenntartani a rendszert. Ebből a szempontból vannak ilyen lépések meghúzva, hogy rákényszerítsük a hőtelepet, hogy sokkal gazdaságosabban és jó gazda módjával próbáljon gazdálkodni azokkal a resurszokkal, amely rendelkezésre állnak.
Lépjünk tovább, ugye holnap ülésezik a városi képviselő testület. Az első napi rendi pont ugye a költségvetési módosítás. Erre miért volt szükség és hogyan módosul? Ez egy jobban inkább technikai jellegű dologról van szó. A költségvetés módosítás azért kell elfogadnunk, mert igazából ki kell egyenlítenünk a bevételi és a kiadási oldalt, mink olyan bevételeket is betábláztunk, amelyek nem valósultak meg, de nem is költöttük el ezeket a pénzeket, úgyhogy kb. 450 millió dinárral fogjuk csökkenteni a bevételi oldalt, a kiadási oldal pedig marad az, ami volt is, illetve olyan tételeket látunk, olyan pár kisebb tételt látunk el, amelyeket nem lehetett előlátni, és amelyeket még december hónap folyamán ki kellene fizetni. Itt vannak egy pár millió dináros tételekről van szó, akár a sport területén, akár a kultúra területén, akár az oktatás területén, kötelezettség az iskolák vagy más intézményünk részére, amelyet rendeznünk kell. Kell rendeznünk bizonyos utaztatási költséget az oktatásban dolgozók irányába, az alkotmánybíróság megsemmisít az önkormányzati határozat, ami alapján 70%-át fizetünk csak a költségnek, ki kell fizetni a 100%-ot, tehát ezekre pár hónapra, ami augusztus óta itt esedékes volt, azt is elő kellett látni. A master ennek a revízióját előlátunk, arra látunk pénzeket, a Palicsi mastertervet revidálni kell ahhoz, hogy jövőre beruházókat tudjunk generálni Palics felé, illetve előlátunk még egy 9900 dináros tételt a hajdúrási vízhálózatnak a képítésére, a tervdokumentáció elkészítésére. Tartományi pénzeket fogunk kapni a következő évben a hálózat építésére, úgyhogy ebből a szempontból a tervdokumentációs elő kell készíteni időben. Ugye több közvállalat élére igazgatók kinevezését hagyják jóvá. Hogy állnak most a személyi átszervezések, hogyha nem túl éles így a kérdés, mert ugye többször is hallottuk, meg ön is mondta, hogy állnak most a... Hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy folyamat, amelyre talán valamilyen formában részben, nagyobb részben pontot tesz, mindent nem teljes egészében. 14 közvallat élére kell kinevezni a vállalatigazgatókat. Az új törvény szerint ezt egy transzparens eljárásban kell lefolytatni, késletek írva a pályázatok. A 14 közvallat élre 42 jelentkező jelentkezett, volt, ahol csak egy jelentkező volt az igazgatói posztra, volt, ahol az igazgatói posztra 6-7 jelentkező is volt. És ebből a szempontból az a bizottság, amelyet az önkormányzat kinevezett, és amely valójában magát a pályázati folyamatot le kellett, hogy pontozza a jelentkezőket, és javaslatot kellett tenni a közgazdatás irányába, hogy kiket javasol az igazgatói posztra. Ez megtörtént, ennek a függvényében a városi tanács meghozta a határozatot, és javaslatot tett az igazgató kinevezésére a VKT elé, hiszen a VKT az illetékes. A holnapi ülésen 10 igazgató ki lesz nevezve. Két igazgatóra vonatkozóan azt javasolta a városi tanács, hogy egyik jelöltet se fogadja el a városi képviselőtestület. Úgy gondoljuk, hogy egyik jelölt se felelt meg a követelményeknek, illetve a bizottság úgy pontozta őket, hogy azokra a programokra, a vállalat programjára, amelyet a következő 4 évben meg szeretett volna valósítani. Melyik ezek a vállalatok, elmondhatjuk? Az egyik a Palisludas közvállalat, a másik pedig a Kéményseprő közvállalat. És nagy a valószínűség annak, hogy a hőtelep, illetve a szabadszegáz igazgatói holnap azok a napirendi pontok lesznek véve a napirendről. Ezek belső gondok, a Szerb Szocialista Párton belül ezzel nem szeretnénk foglalkozni, ezt ők, hogy megadják. A többi közvallat élére pedig úgy gondolom, hogy holnap megtörténik az igazgatónak kinevezése 4 évre. Ez relaxálni fogja azt a helyzetet és azt a feszültséget, amelyet ez a rendezetlen állapot valamilyen formában, akár a koalíción belül, akár a szabadkőpolitikai szintén az elmúlt időszakban okozott. És a végére, mert már lejárt az időnk, ugye még mielőtt a stúdióba jöttünk, volna elmondta, hogy a közeljövőben a térfigyelő kamerák is fel lesznek állítva Szabadkán. Mi az, amire még számíthatunk a közeljövőben az elkezdett munkálatokból? Mi fog megvalósulni? Hát december 5-én körül átadjuk az új Kelebi óvodát. 28 év után végre egy új óvoda épül Szabadkán, Kelebián egyik ritka olyan kültéri településünk, ahol egyre több gyerek van, tehát nem kevesebb gyerek van, hanem több gyerek van, és ez végre szükség mutatkozott arra, hogy új óvodai létesítmény épüljön ki, és hát tavaly elkezdtük ezt a munkát, és most fogjuk átadni az új óvodát, teljesen felszerelve, azt gondolom, hogy egy öröm lesz úgy a fiatal szülők részére, mint a gyerekek részére, hogy oda fognak járni. A térfigyelő rendszer is valószínű, hogy a következő hét vagy maximumottan december 10-e környékén átadni, a beüzemelése már folyik, ugyanúgy a rendőrségnek átadunk 3 új személyautót, külön felszereléseket adunk át a rendőrségnek egyúttal. Hát a határozatnak az építése, rendezése is folyik, valószínű, hogy ha hideg beáll, akkor ezek a folyamatok le fognak állni, úgy szintén 60 millió dinárért a kanális rendszert is tisztítsuk, illetve iszaptalanítás történik pár helyen, hidak építése a kanálisokon.
Úgyhogy vannak olyan dolgok, amelyek folyamatban vannak, befejeztük 5 utcának az aszfaltozását, 5 rövidebb utcának az aszfaltozását, egy között a 4-es Dózsának a Csantavéren és a Csantavéri egészségházat is átadtuk, valamelyik nap azt is felújítottuk. Tehát sok olyan dolog történik, ami talán a nagy beruházás még itt ősz, és amit remélem, hogy az elkövetkező pár napban befejezünk, az a Szöllő utcának az aszfaltozás, az első aszfaltréteg rákerül a Szöllő utcára, és használhatóvá válik jövőre, majd akkor a jövő tavaszra másik aszfaltréteg is rá fog és be fogjuk fejezni teljes egészében. Így is már az út az használhatóvá válik, és azt gondolom, polgárok örülni fognak neki, hogy 30-40 év után végre nem Sáros utcába kell járni. Természetesen rengeteg feladat van, rengeteg helyen kellene még építeni, csinálni. A pénzek, a lehetőség mentén próbáljuk ezeket a dolgokat kezelni, és minél többet megcsinálni a következő évben is. Reméljük, hogy így lesz. Polgármester úr, köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen. A tartományi ombudsmani hivatal a nemzeti tanácsok eddigi munkájáról adott ki elemzést néhány nappal ezelőtt. Ebből kiderül, hogy az adott lehetőségeket egyetlen nemzeti tanács sem használta ki teljes mértékben. A témáról Vukasinovics Klem Éva tartományi ombudsman helyettessel Nagy Nándor készített interjút. A tartományi ombudsmani hivatal a minap tette közzé a nemzeti tanácsok 4 éves munkájáról szóló elemzést, ez az elemzés. Köszöntöm a stúdióban Vukasinovics Klem Éva, a nemzeti kisebbségekért felelős ombudsman helyettest. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást! Kinek és milyen céllal készült ez az elemzés, ez a kutatás? Hát, mivel mi a polgárok védelmével foglalkozunk, a polgároknak készült elsősorban, másodszorban a nemzeti tanácsoknak is, ugye? És harmadsorban a törvényhozónak, ugyanis a nemzeti tanácsokról szóló törvény módosításokra szorult, és úgy gondoltuk, hogy a gyakorlat majd megmutatja azt, hogy hova kell odaigazítani, mire kell ügyelni a módosítások során. 19 nemzeti kisebbséghez intéztek kérdéseket. Mennyi válasz érkezett? Hát és kitől érkezett, és kitől nem? Igen, 15 nemzeti tanácstól érkezett felelet, és nagyon kiábrándító az, hogy például a roma kisebbségi nemzeti tanácsa nem tartotta érdemesnek azt, hogy a tartományi ombudsmannak feleljen. És ez azért lepett meg, mert annyi stratégia, és annyiszor beszélünk a roma kisebbség helyzetéről, és ez egy olyan alkalom volt, hogy a nemzeti tanács talán oda tudott volna hatni, hogy a roma kisebbség helyzete javuljon, és ezzel a lehetőséggel nem élt, és ezt én nagyon sajnálom, de sajnos nem álltak más eszközeink erre, ugye, hogy ezt a felületet valahogy kiprovokáljuk, csak a nyilvánosság. Elmúlt egy mandátum a választott nemzeti tanácsoknak. Mi a tapasztalat, mennyire tudták tartalommal megtölteni azokat a lehetőségeket, amelyek rendelkezésükre álltak az egyes nemzeti tanácsok? Meg kell mondjam azt, hogy ez a felmérés nem az egyes nemzeti tanácsokkal foglalkozik, hanem általában, tehát ez egy ilyen retrospektíva és inkább összehasonlításként működött. Viszont látszik ebből az, hogy nem igazán tudtak élni az összjogukkal, tehát az összhatáskörrel, amit a törvény biztosít, de mondjuk meglepett az, hogy kisebb nemzeti tanácsok jobban tudtak dolgozni, több hatáskört használtak, mint egyes nagyobbak, akiktől ezt elvártuk volna. Mindenképpen egyes nemzeti tanácsok valóban kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, ami az aktivitások számát illeti, és több számú hatáskörrel éltek, mások pedig sajnos nem éltek ezzel. Az a nagyon fontos dolog, amit még hozzáfűznék, hogy nem csak a hatáskörök gyakorlásáról kérdeztük őket, hanem adtuk nekik egy alkalmat arra is, hogy ők saját maguk mondják meg, hogy a törvénymódosítások milyen irányban kellene, hogy haladjanak. És itt szintén egy ilyen passzív viselkedés volt észlelhető, ugyanis ők általában arról beszélnek, hogy a pénzek, tehát a nemzeti tanács működésére irányul a pénzforrások hiányosságairól, nem pedig a hatáskörökről. Tehát ez is egy olyan alkalom volt, hogy talán a nemzeti tanácsok saját maguk tudják kreálni a jövendőbeli törvénymódosításokat egyrészt, de ezzel nem éltek. 4 nagy terület van: a kultúra, az oktatás, a tájékoztatás és a hivatalos nyelvhasználat. Ezen a 4 nagy területen belül még 80 olyan lehetőség, vagy 4 nagy területen belül 80 lehetőség van arra, hogy kifejtsék aktivitásokat a nemzeti tanácsok.
Így van, ezeket a területeket lebontottak a kérdésekben. Ezeket, vagy... Több részt igen. Mondjuk látszik, hogy a legaktívabbak voltak a kultúra területén és az oktatás területén, ez várható is volt. És az, ami meglepő, hogy, hogy például én mást vártam, tehát például a hivatalos írás és nyelvhasználó területén valóban nem volt annyi aktivitás. Ez engem meglepett, mert az ombudsmanhoz intézett beadványok száma általában nagy számban ebből a területből van. Viszont másrészt érthető is, mert a egyes nemzeti tanács, egyes nemzeti kisebbségek nem gyakorolnak jogokat a hivatalos nyelv és írás használat területén, egyszerűen azért, mert a nyelv nincs hivatalos használatban, nem nincs médiájuk, az oktatás nem folyik azon a nyelven, tehát érthető is egyrészt, hogy ezek a területek nem minden nemzeti kisebbségeknél alkalmasak arra, hogy kiaknázhassák hatásköre. Az Alkotmánybíróság megnyírbálta a hatásköröket. Most szó van a törvény módosításáról. Van-e esélye annak, hogy bizonyos jogok visszakerülnek a törvénybe? Hatásköri jogokra gondoltam. A Tartományi Ombudsman Intézménye készített egy analízist, tehát az alkotmánybírósági határozat alapján, az alkotmánybírósági határozatot vizsgáltuk, és úgy látjuk, hogy van arra esély, hogy egyes jogok visszakerülhetnének a törvénybe. Természetesen az attól függ, hogy milyen módon fogalmazzuk meg azokat a jogokat. Én nagyon úgy gondolom, hogy ez elképzelhető, de attól függ, hogy meg lesz-e a politikai akarat, és mennyire lehet ezeket a jogokat más megfogalmazásban viszont látni a törvényben. Szerzett jogokról is szó van. Ez is a politikai hajlandóságtól függ, hogy ezek visszakerülnek, vagy itt vannak komolyabb érvek is, amivel a politikusok, a törvényhozók annak idején érvelni tudnak majd. Ez a szerzett jogok kategória érdekes kérdés, az alkotmányban előfordul, és gyakran hallhatjuk a közvéleményben ezt a megfogalmazást. Gyakorlatban viszont úgy látszik, hogy ezek a szerzett jogok intézménye nem vonatkoztathatóak az alkotmánybíróságra. Ugyanis az alkotmánybíróság megnyírválja a hatásköröket, ilyen módon, ahogy ezt tette, szerintem ez a szerzett jogok csorbulását jelenti egyrészt. Tehát átvitt értelemben, hogyha az alkotmány garantálja a szerzett jogokat, akkor ez az alkotmánybíróságot is kellene, hogy érintse. Elhangzottak olyan vélemények is, illetve kiderül az elemzésből, hogy vannak, akik úgy vélik, hogy a nemzeti tanácsoknak mentesnek kell lenni a pártpolitikától. Ez egy érdekes megfogalmazás, szintén sűrűn hallhatjuk a közvéleményben. Nemzeti tanácsok nem lehetnek mentesek a politikától, mert a nemzeti tanácsok politikával foglalkoznak ebben a négy hatáskörben. Másrészt az igaz, hogy létezik, és kell is, hogy legyen egy olyan elvárás a nemzeti tanácsok irányában, hogy tehát a döntéseket kizárólag a szakértelem alapján hozzák meg, nem pedig a negatív pártbefolyások alapján, de ez az elvárás, tehát elsősorban jogilag kellene ezt rendezni, és ez lehetetlen, mert hogyha beleírjuk a törvénybe azt, hogy például nem lehet nemzeti tanácsi tag az, aki tehát pártag, ez egy komoly diszkriminációt jelentene. És nem garantálja számomra például egy pártfüggetlenség, nem garantálja az abszolút szakszerű döntést. Tehát ez egy inkább egy formális dolog, amit szerintem nem lehet véghez vinni a törvényben. A nemzeti tanácsok hatáskörével kapcsolatban el kell mondani azt is, hogy voltak bizonyos súrlódások, nézeteltérések, különösen amikor az iskolaszégek tagjainak kinevezéséről volt szó. Ezek viszont főleg pártpolitikai nézetkülönbségekre vezethetők vissza. Igen, voltak súrlódások, főleg a törvény első két éve, tehát az alkalmazás első két évében, és ezek a súrlódások akkorák voltak, hogy az ombudsman az első kutatást pontosan a helyi önkormányzatokhoz idézett kérdőív alapján végezte, ugyanis itt voltak a legnagyobb súrlódások, hogy egyszerűen nem fogták fel, hogy a törvény hatályban van és alkalmazni kell. Ezek után megkérdeztük a nemzeti tanácsok képviselőit, és most ez a 4 éves kutatás egy tulajdonképpen egy retrospektíva. Én úgy gondolom, hogy ezek a kérdések máig már elhárultak, és hogy felfogták az összes, ugye, helyi önkormányzat, hogy igenis alkalmazni kell a törvényt. Befejezésül hadd kérdezem meg, hogy a múlt héten volt egy tanácskozás, amit a tartományi ombudsmani hivatal szervezett, és ennek semmi köze a nemzeti tanácsokhoz. Azokról az időszerű kérdésekről cseréltek véleményt, amelyek leginkább
szerepelnek a polgárok beadványaiban konkrétan? Úgy mértük fel, hogy vannak olyan kérdések, amelyek minden polgárt érdekelnek. Tehát látjuk a beadványok számából, ez a munkajog területe, a kommunális terület. Készítettünk egy három kis kutatást, és ezt a helyi ombudsmanokkal, a minisztérium a képviselővel letárgyaltuk, és úgy gondolom, hogy ezek olyan témák, amelyek mindenkit érintenek, és hogy előre tudunk esetleg valamit mozdítani. Ezek a kutatások megtalálhatók a tartományi ombudsman honlapján. Mennyire elfogadott az ombudsmani hivatal munkája a polgárok körében? Én úgy gondolom, hogy elfogadott, már több mint 10 éve működünk, felismerhetőek vagyunk, jelen vagyunk a polgárok mindennapjaiban. Igyekszünk mindenhol ott lenni, fizikailag is fogadónapokat tartunk. Én úgy gondolom, hogy elfogadottak és bíznak bennünk, hogy tudunk rájuk segíteni, és ez nagyon fontos nekünk. Tudják már a polgárok, hogy miben illetékes az ombudsmani hivatal, vagy miért érkeznek olyan beadványok is, amelyek nem tartoznak az ombudsmani hivatal hatáskörébe? Egyre kevesebb olyan beadvány érkezik, úgy látom, hogy megtanulták, hogy mivel foglalkozunk, de kiszélesítettük ezt a kommunikációt a polgárokkal azért, mert észrevettük, hogy egyszerűen szükségük van néha, akkor is, amikor nem a hatáskörünkbe tartozó kérdéssel fordulnak hozzánk, egy jogi szaktanácsra, amit természetesen megkapnak akkor is, hogyha a beadványt elvetjük, mert nem a hatáskörünk, megmagyarázzuk a polgárnak, hogy kihez kell fordulni, milyen jogi utál előtte, milyen lehetőségei vannak, és ezt úgy gondolom, mivel az eljárás a tartományi ombudsman előtt ingyenes, nagyon nagy segítség a polgárok számára. Éva ombudsman helyettes, köszönöm, hogy eljött hozzá. Én is köszönöm. A Vajdasági Magyar Szövetség első elnökére emlékeztek ma délután Bácskosút falván. Csubela Ferenc halálának 19. évfordulóján a nyugati temetőben található síremléknél családtagjai, politikus társai, barátai tisztelő írották le kegyeletüket. 1995. novemberében tragikus közlekedési baleset következtében vesztette életét Csubela Ferenc. A kisebbségi érdekekért küzdő elnök halálának 19. évfordulóján is megtelt a temető Bácskosút falván. Idén Pál Károly szólt az emlékezőkhöz. A VMS ügyvezető alelnöke kiemelte, Csubela Ferenc életútját végigkísérte a kisebbségvédelmi tevékenység. A délszláv háború kitörését követően bátran kiállt a vajdasági kényszerbesorozások ellen. Emlékszem, 92-ben, amikor vajdaság szerte föllángolt egy ellenállás az értelmetlen háború ellen, és ott a paprika malomban összegyűltek azok, akik megtagadták a részvételt abban a háborúban, amelyben semmi keresnivalónk sincs, sem volt, és a történelem visszaigazolta, hogy valóban semmi keresnivalónk nem volt ottan. Ő volt az, aki élére állt annak a népakaratnak, amely ezt kimondta. Élére állt, vezette azt, és én úgy érzem, hogy az áldozataink ellenére sikerre vitte azt a mozgalmat, azt a népakaratot, amely arról szólt, hogy a magyar embernek ezen a tájon van fontosabb dolga is attól, hogy más érdekébe engedje magát elvinni a vágóhídra. Pál Károly azt is kiemelte, Csubela Ferenc volt az, aki megtalálta azt a működési formát, amely a több pártrendszer kialakulása után lehetőséget teremtett az eredményes kisebbségi politizálásra. És ő volt az, aki megérezte, hogy a történelmi VNDK-ban nincs meg az a lehetőség, amely többet, lehető legtöbbet tehet az adott körülmények között a vajdasági magyarság érdekében. És ő volt az, aki élére állt ennek a változást igénylő akaratnak, és így lett ő a Vajdasági Magyar Szövetség első elnöke. Olyan elnöke, amely összetudta fogni
mindazokat, akik tenni akartak, eredményesen akartak tenni, és ő volt az, aki megtalálta az utat, hogy melyik úton kell indulni, hogy párttá kell alakulni, és pártként kell megküzdeni azért, ami a magyarság érdeke. Az évfordulón Csubela Ferenc özvegye és lánya koszorúzta meg először a sírt. Ezután Egeresi Sándor, Juhász Bálint és Pál Károly a VMS képviseletében hajtott főt. A környező települések és községek szervezetei, valamint a Bácskos-Útfalvi helyi közösség küldöttsége is elhelyezte a kegyelet virágait. A megemlékezést követően a megjelentek tiszteletüket rótták le Kis Antal református esperes sírjánál is, aki 55 évig teljesített szolgálatot a Bácskos-Útfalvi református egyház élén. Az ő életútjában is kiemelt szerepet kapott a magyarság és a fiatalság érdekeinek védelme. 2012 óta minden év november 27-én Csubela Ferenc mellett Kis Antalról is megemlékezik a Vajdasági Magyar Szövetség. Köszönöm a figyelmüket, ez volt már a közügyek, holnap Fehér Márta várja önöket. Maradjanak továbbra is velünk, szép estét!